Sziasztok! Többen tudjátok rólam, hogy eléggé beleszerelmesedtem a fahordós pálinka érlelésbe. Ez egy nagyszerű módja annak, hogy az ember új ízeket, új élményeket csempészen a pálinka főzésbe és fogyasztásba. Viszont egyáltalán nem mindegy, hogy milyen hordóban érlelünk. Nagyon sokféle fából készítenek hordót, és nagyon sokféleképpen készítenek hordót. Van a jó és a rossz hordó. A rossz hordóról szeretnék beszélni, hogy aki esetleg ilyesmiben gondolkodik, lehetőleg elkerülje. A négy fő szempont jutott eszembe, ami mentén megkülönböztethető egy jó és egy rossz hordó, és mind a kettőre tudnék egy példát is mutatni. Itt előttünk két darab tölgyfa hordó látható, ez 5 literes, ez 4 literes, tehát nagyjából azonos méretosztály. Mégis ég és föld a különbség a kettő között. Ha kezdjük is rögtön azt a legfontosabb szempontot, amit érdemes már távolról szemügyre venni, az nem más, mint az abroncs. Szerintem nagyon nem is kell mutatnom, ez a jobboldali hordó lesz a rossz hordóra a referencia, a másik oldalon lévő pedig egy minőségi hordó esete. Látjátok, hogy az olcsó, jellemzően ilyen vásárokban, bazárokban, illetve különféle olcsó webshopokban elérhető hordónak rozsdásodó, nagyon-nagyon vékony abroncsa van, amit jellemzően szöggel bele is ütnek a hordóba, tehát gyakorlatilag esélytelen az utó pozícionálása, meg is lazul idővel, és elég nehéz a helyén tartani. Ezzel szemben egy minőségi hordónak az abroncsa is minőségi anyagból van vastagsága, nyilván lehet, ha szükséges, akkor még pozícionálni, illetve kérhető galvanizált változatban, ami mondjuk egy pincének a páratartalma mellett sem fog előbb-utóbb megrozsdálni, úgy, mint a másik. Ha közelebbről megnézzük, és itt a következő fontos szempont az a donga vastagság, hiszen a donga vastagságon múlik egy csomó tulajdonsága a hordónak. Ez itt, ha jól mértem, nagyjából 12 mm vastag, ez pedig 50%-kal vastagabb, tehát 18 mm vastag a végeken, és ez a vastagság nem csak a súlyában mutatkozik meg, hanem a hordó képességeiben is, ugyanis ugye minél vékonyabb a hordó, annál többet tud elpárologtatni a levegőbe, hiszen kevésbé tartja bent az anyagot a hordó. Másrészt annyival kevesebb az a faanyag, amiből íz- és illatanyagot tud kioldani az alkohol. Tehát azért az élettartamára, illetve az elérhető ízre is elég nagy hatással van. Tehát érdemes minél vastagabb dongából keresni a hordót, azért az egyrészt a minőség jele, másrészt pedig az érlelés során a veszteségünk is kisebb lesz. Aztán van egy következő fontos szempont, a hozzájáró csap témaköre. Az olcsó, ilyen bazáros fahordóknak a csapja jellemzően egy ilyen hát közepesen ócskán megmunkált darab, amivel az a gond, hogy a talán szilikonból lévő tömítés, vagy persely, vagy nevezzük akármilyen, egy idő után elkezd csöpögni, ereszteni, elég nehéz úgy elzárni, hogy megbízhatóan bent tartsa a hordóban a pálinkánkat. Ezzel szemben egy normális gyártmánynak a sokkal stabilabb, megbízhatóbb, akár mondjuk így napi használatban is a tömítése, és ezért, vagy perseje, és ezért nem fog csöpögni, nem fog szivárogni, nem lesz vele gond. Ami pedig a legfontosabb szempont, és erre mindenképpen érdemes ügyelni, rákérdezni, mielőtt az ember hordót rendel, az a hordó belseje, ugyanis sajnos nagyon-nagyon gyakori, hogy az olcsó, rossz minőségi hordót paraffinnal vagy hasonló méhviasszal, egyéb anyaggal vonják be belülről. Mindjárt mutatok is erre példát, egy pillanat. Itt talán láthatjátok is, gyakorlatilag paraffinnal van bevonva belülről. Ennek az előnye, hogy a gyengén megmunkált hordó sem fogja ereszteni a pálinkát, viszont el is zárja magát az alkoholt a fa
anyagtól, ezért sem elegendő szint, sem elég ízanyagot nem tud kioldani belőle az alkohol, tehát tényleges fahordós érlelésre, vagy hát érlelésre egyáltalán alkalmatlan lesz. Ezzel szemben egy jó minőségű fahordónál, mint látjátok, ott van gyönyörűen a pörkölt fafelület, eleve ugye egy tisztességes hordó készítőnél, kádármesternél te magad választod meg a pörkölés fokát, ugye az enyhe, a közepes és az erős pörkölés között lehet választani, vagy esetleg még több fokozatban, és így ezek a hordók gyakorlatilag alkalmasak arra, hogy megfelelő mennyiségű szín és ízanyagot adjanak a párlatodhoz. Itt látszik is néhány példa, ugye csodaszép arany, sárga színben pompázik. A különféle színek egyébként különféle faanyagoknak köszönhetők, ugyanis ez is egy fontos szempont, hogy ugyan Magyarországon jellemzően a tölgyfa és az eperfa hordók elérhetők csak a legtöbb kádárműhelyben, de ezeken túl bőségesen sokféle hordóról lehet beszélni. Itt a háttérben például egyébként pont cseresznyefa hordókat látunk, de ezekről majd egy későbbi videóban majd még beszélni fogok. A lényeg az, hogy talán ez a négy szempont a legfontosabb, tehát figyeljünk arra, hogy az olcsó, egyszerű bazáros hordóknak az abroncsa is gyenge, a dongája is vékony, a csapja sem túl hosszú életű, illetve hát belül jellemzően parafinnal vagy méhviasszal öntik ki, hogy ne szivárogjon. Ezzel szemben egy jól összerakott hordóban nem szükséges ilyen tömítőanyag, az a minőségi megmunkálás miatt nem fogja ereszteni az alkoholt, és vastagabb dongával, vastagabb abroncsal készül, az egész összeszerelése más képet mutat. Úgyhogy ezért is érdemes rákérdezni, ha az ember az internetről rendel esetleg, milyen típust forgalmaznak, mert nehogy véletlenül meglepetés érjen. Ezek a hordók, ezek jellemzően ilyen dísznek, pincébe jól mutatnak ugyan, de érdemi pálinka érlelésre alkalmatlanok, úgyhogy érdemes őket elkerülni. Jellemzően azért az ár az valahol tükrözi a minőséget is a hazai piacon, kivéve, hogyha az ember mondjuk külföldről rendel, mint hogy például ez sem hazai gyártmány, de erről is majd egy későbbi videóban beszélni fogok még.